A szökőkútban játszadozik, ezzel is hűti magát ez a kisgyermek Nyíregyházán a Kossuth téren. A tikkasztó hőséget vannak, akik a vendéglátó helyek teraszain vészelik át. Olyanok is akadnak, akik a kihelyezett párakaput veszik igénybe. Legtöbben azonban inkább nem tartózkodnak a szabadban a legmelegebb órákban. Bent a lakásban, úgyhogy bekapcsoljuk a klíma, és akkor el vagyunk. Csak ma ügyintézni való dolgaim voltak, úgyhogy fel kellett jönnöm a városba. De egyébként így elviseljük. Szerdán is 35 Celsius fok környékén alakult a hőmérséklet, ez a tartós meleg pedig elsősorban az idősebb emberek szervezetét teszi próbára. Én nagyon nehezen viselem, de kertesházban lakom, és hála Istennek nagyon kellemes a levegő, úgyhogy nálam nincsen probléma, inkább a barátnőmnél van, mert ő nem kertesben lakik. Én 12-3 még nem nagyon szoktam kint lenni, úgyhogy így bent a hűvös szobába. Azért, hogy elviselhetőbb legyen a forróság a városközpontban, szerdán közterületfelügyelők osztottak vizet a járókelőknek. A munkába Kovács Ferenc polgármester is bekapcsolódott. Gyerekek, tőlem hadd adjak én nektek, hadd adjam én nektek, de meg kell inni mind a kettőt. De egyet anyának is vigyetek. A polgármester azt mondta, mindenkinek komolyan kell venni a hőség okozta veszélyeket. 1500 hűtött palackot osztunk ki, felhívva a nyíregyháziak figyelmét a folyadékbevitel fontosságára, különösen vigyázunk kell a gyerekekre és az idősekre, a betegekre, a rászorultakra, mert ez az iszonyatos hőség, ami még napokig meg lesz az előrejelzések szerint, komoly veszélyekkel is jár. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati rendszer is megteszi a magáit, a nyíregyháziak is, ahogy az elmúlt években volt, hiszen nem ez az első nagy kánikulánk, akkor nem lesz semmi baj. Működnek a párakapuk, szökőkutak, ivókutak, tehát mindent megteszünk folyamatosan. Az alapellátási igazgatóság és az idősügyi tanács ajánlásait is honlapokon közzé tesszük. Kérem, hogy olvassa mindenki és vegye komolyan. Vásáros Naményban is készültek a nagy melegre. A beregi kisvárosban az önkormányzat nagy tételben rendelt ásványvizet a közfoglalkoztatottak számára, akik napközben a közterületek karbantartását végzik, de járókelők is részesülnek frissítőben. Nyilván nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot vigyenek be a szervezetükbe, illetve lehetővé tesszük azt is, hogy amennyiben szükség van munkavégzés közben, tudjanak pihenni is, és ezáltal tudják elvégezni ebben a melegben is a rájuk váró munkát. Intézkedtünk arról is, hogy a város legforgalmasabb helyén, a központi városrészen a buszmegállóba helyezzünk ki asztalt félliteres ásványvizes ellátással, hiszen ilyenkor nagyon sokan közlekednek a beregből, illetve a beregbe autóbuszokkal, és a városlakók is nagy számban a főtér területén vásárolnak és mozognak, számukra is lehetőség lesz vízfelvételre, illetve két nappal ezelőtt beüzemeltük a városháza előtti párakaput is, ez mindenképpen egyfajta felfrissülést nyújt a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az időjárás előrejelzések szerint csütörtökön tetőzik a kánikula, valószínű, hogy több helyen a 40 Celsius fokot is átlépi a hőmérő higanyszála. Az országos tisztifőorvos a hét elején rendelt el harmadfokú hőségriadót. Javaslata szerint, aki csak teheti, kerülje a fizikai munkát, tartózkodjon árnyékban vagy klimatizált helyiségben, és fogyasszon legalább másfél liter vizet a nappali órákban. A forróság várhatóan péntek hajnaltól enyhül, amikor egy hideg front éri el hazánkat.